Nem egy sajátos magyar nézőpont az európai bajok jellemzése. A magyarok véleménye nem lók ki az európai koncertből. Macron és Drági durvább megállapításokat tesz az európai közállapotokról. Macron Európa haláláról beszélt, még Drági az európai gazdaság leállásáról, mondta a Kossuth Rádióban a miniszterelnök. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 30 évvel ezelőtt a magyarok úgy gondolkoztak, hogy a szocializmus csődje után megnéztük, hogy mit csinálnak a sikeres országok, és átvettük a piacgazdaság intézményeit. Ezt meg is csináltuk, tette hozzá. Most nem lehet csak úgy átvenni a sikeres keleti módszereket, mert a magyarokat nem lehet az szerint vezetni, ami Kínában van. Nekünk saját utat kell járni. Össze kell állítani a világban ismert példákból azt a modellt, ami a magyarok kultúrájával összeegyeztethető. Nekünk sikerült kimaradnunk a háborúból, és így egy rossz gazdaságpolitikából is ki lehet maradni. A nyugati országok nyakig benne vannak a pácban, éppen most veszítenek el egy háborút, fogalmazott a miniszterelnök. Teljesen új élménnyel szembesülnek, éppen elvesztenek egy háborút. Magyarország nem. Mert ez nem a mi háborunk, mi nem is szálltunk bele. Tehát még egy ilyen nagy nyugati összefogásból is sikerült kimaradni a Magyarországnak. Persze, ha jó megsegít bennünket, akkor Amerikában a háború pártiakat fölváltják a békepártiak, és Trump elnök visszatér, és akkor mi megkönnyebbülhetünk, mert nem leszünk többé egyedül, legalább ketten leszünk, és azért a mi, mint nem akarom magunkat egérnek nevezni, de mondjuk egy elefánt mellett sétálunk a hídon, azért mégiscsak más benyomást keltünk. Hát azt akarom csak mondani, hogy nekünk sikerült kimaradnunk az orosz-ukrán háborúból is. Most ha abból sikerült kimaradni, akkor szerintem egy elhibázott háborús logikára épülő rossz gazdaságpolitikából is ki lehet maradni.